Na szasztok, mi vagyunk a Raptors, az a helyzet, hogy elhoztam nektek azt a játékot, amit ti ajánlottatok nekem a Turmoil videó alatt. Ez a játék a Polybridge. Nem más, mint a Polybridge. Igen. Hidakat fogunk építgetni, gyerekek. Mondtam, hogy írjatok ilyesmi stílusú játékokat, mint a Turmoil, ez a Polybridge. Kipróbáltam, játszottam vele egy olyan fél órát, hogy ne legyek azért olyan furra sekvi a játékhoz. Jó, azért ezt meg kell mondanom amúgy, hogy volt egy ilyen rész, akkor nem bírtam megcsinálni. Zsóf idejött és első rát építette, szóval így rekt. Hashtag rekt. Na! Szóval a Polybridge-ben vagyunk, és mondtam, hogy írjátok nekem olyan játékokat a turmai videó alatt, ahol ilyesmilyen indie game-es, építkezős valami játék van, és nekem ez gecire bejött. Szóval van még hasonló stílusú játékotok, amikből lehet itt sorozatot csinálni, akkor ezt írjátok meg nyugodtan kommentbe, és akkor megint halászunk közülük át valami jót. Na, ne is rabolj tovább az időnket, és akkor ne is nyújtsuk tovább a szavakat, vagy mondatokat. Ja, valami ilyesmi. Úgyhogy akkor kezdjünk el játszani a kampánnyal. Én nem mondom, pár mizét megcsináltam, de kezdjük a legelejéről, hogy lássa mindenki, aki még nem játszott a játékot, hogy mégis milyen. Jó, tehát úgy néz ki, hogy van egy budgetünk, ami az összkeretünk, amiből tudunk gazdálkodni, $7000, fa materiálok vannak, meg ilyen, hogy hívják is, a ródvaga az út. Jó, hát gyerekek, itt van bal lent, mint látjátok, úgyhogy valahova máshol fogom berakni majd a képet, szerintem majd itt lent, hogy ezt a, itt a jobb sarokba rakom most meg magam, mert ott még egyenlőre nem látom, hogy azoknak mi értelme lenne, de majd variáig folytatom. Vagy lehet, hogy ide fölé rakom. Na, tehát itt már rárakjuk a ródra, és akkor elkezdjük szépen húzni, hogy itt nekünk út kell. A lényeg az, hogy A-ból átjutassuk a másik A-ba az autónkat, és akkor próbáljuk meg húzni neki rendesen az utat. Na jó, van egy utunk, de most meg tudjátok nézni, hogyha például elindítom, itt van jobb fönt ez a start szimuláció, akkor ez beszakad, mert nem tartja semmi. Badabum. Úgyhogy inkább újra kell próbálni, és akkor el kell kezdenünk kitámasztani a témát, úgyhogy megtartjuk mondjuk egy ilyennel, idáig mentünk el így, és akkor valószínűleg csinálunk még egy ilyet is, próbáljuk minél olcsóbbra kihozni, lehet, hogy ez így jó, és lehet még azt a kettőt össze kéne kötni, de megnézzük meg arra, de ő nem. Jaj, izét nem csináltuk meg, ezt mondjuk így megtartani, meg ezt. Lehet, hogy most már jó. Ő majdnem. És hogyha így van. Kicsit ingadozik. Hát nem akarja az igazságot. Valljuk be, hogy nem lennék egy ilyen jó építész. Az a baj, szerintem ez itt, ez a rész, ez ilyen túl hosszú. Úgyhogy... ezt most itt elkezdjük előről. Mert szerintem nagyon kimentünk, meg kell tartani itt a legelején, mondjuk valahogy így. És akkor ezt így kellene így tartanunk. Ide is feljövünk. Jó, oké, visszarakom azért nektek a kamerát, hogy lássátok is, hogy mi van. Jó, ez már szerintem egy kicsit atomfixebb téma. És akkor lehet, hogy így... Hát nem tudom, hogy ez megtartja a közepét. Nem. Gyerekek, annyit fogtok röhögni, hogy mit bénázok, hogy ez a hihetetlen. Jó, mindegy, nyomunk egy ilyet, mert így már tuti meg lesz. Ez így már szerintem tuti meg lesz. Jó. $5000-be hozzuk ki. Állnak, megint ingadozik a közepe! Jó, oké, azt a közepe, ezt még itt össze kell húzzuk, és akkor már szerintem ez így most már... Ez atomfix kell legyen így. Wow, átment az első pályán, gyerekek, úgyhogy nagyon, de nagyon jók vagyunk. Mehetünk is tovább, next level. 8000 van, és akkor kezdhetjük, két autót kell áthúzni, és már van itt egy lenti részünk, szóval nem minden az oldalára kezdjük majd el az építkezést. Jó, hát simán áthúzzuk megint azokat a részeket, amiket lehet a útnak, mert nyilván... Jaj, tényleg meg lehet erősíteni itt fával ezt is, hogy erősebb legyen az oldala, ilyen szegélyt adjuk neki. Na mindegy, először is felhúzunk egy ilyet, mert ez szerintem ilyen, valahogy ilyen atomfixnek tűnik, hogy ez így jó kéne, hogy legyen. Aztán elkezdünk erre feljönni, és valahogy ezt nem érjük el, az meg. Akkor
lehet, hogy ezt kiszedjük, és akkor próbálunk ki kicsit erősebb emelkedőn menni. Aha, megvan. Azt ott elértük. Meddig mentünk? Erre mentünk. Itt, jó, mert a rácsok mutatják, hogy azért hogy mentünk, és akkor tudjuk ugyanazt csinálni. Na jó, itt még azt kéne most megnéznünk. Valószínűleg egy ilyen Y-t ide berakhatnánk. Még van pénzünk, csak próbáljuk minél olcsóbban megoldani. Azt hiszem, ez így van, ugye? Aha, és akkor ezt is lehúzzuk ide. Ezt meg ide, és akkor... Hát még ezt a kettőt esetleg így össze lehetne kötni, hogy attom, de attom fix legyen. De megnézzük, hogy elmegy-e nélküle. Nem! Úgy indult a buli, hogy nem indult jól a buli. Ezt itt meg kéne erősíteni. És ezt is akkor. A gyerekek lehet, hogy telibe kijött 8000-ből, úgyhogy lehet, hogy így. Lehet, hogy elköltöttük az egész pénzünket arra, de így atom fix a téma. Ó, fuck yeah. Oké, megvan a második pálya is. Lehetünk tovább. Nekem nagyon tetszik a játék, gyerekek, de tényleg, mocskos jó. Oké, nyilván az utat azt megint megcsináljuk, viszont megnézzük, hogy mi lenne, ha fa, ilyen fa cucli-muclival végig rakjuk. És egy kicsit erősebb lenne akkor a tartó részlege. Na jó, ezt ide felhúztuk. Az úgy nem megy el odáig, akkor ezt most itt töröljük. És megyünk tovább, mert akkor így már elér oda. Nem. Ha innen húzok bármit is, nincsen az az ív. Csak így. Aha. Az úgy hülyeség. Akkor mondjuk valami ilyesmibe. Valami ilyesmibe kéne gondolkodnunk, mert akkor ezt innen elér mindenhova. Illetve ide kell ilyet húzni. Az ott megvan. Ó, ez így nagyon jó. Ez így most nagyon jó. Szerintem azt akkor is már 6000-nél vagyok, bazd meg. Na jó, gyerekek, így elérjük, amit beszéltünk. Hát ez így, ez nagyon nem jó, nem lesz jó szerintem. Ez, hát az eleje meg sincs erősítve. Középen mi? Átmegy a nagy autó. Jó! Hú, bazd meg, de hát nagyon sokat ráköltöttünk, az a baj. Hú, bazd meg, emelkedős. Oké. Nem szabad nagy évet csinálni, mert arra emlékszek, hogy akkor az úgy nem megy fel szépen. Úgyhogy ennyi. Jó. Na gyerekek, csinálunk egy ilyen izét. Ilyen nem szépet, de megcsináljuk most. Jó, itt még ezt össze lehetne kötni. Ennyi. Ezt kihoztuk 5900-ból a 9000 helyet. És van egy ranglista is, amit lehet nézni, amúgy lehet ilyen friends only-t nézni. Hát ugye vagyok a legjobb itt az én friend listemen. Jó, mondjuk nincsen sok ember fenn a barát listámon, de jó. Na, mehetünk a következőre, ez már az ötös pálya. Hoppá, na itt már ilyen két szintből álló téma van. Ahogy látjátok, egyre jobban bonyolódik a téma. Oké. 18000-ünk van azért, ez most mégiscsak sok, azt kell mondanom. Jó, ez az emelkedőre, ez az a cikk-cakkos megoldás, ez nagyon jó volt. Ezt láttuk. Ezt láttuk, hogy ez bejövős volt. Főleg, hogyha sikerült volna úgy leraknom, hogy úristen. Jó, ezt így megoldottuk, meg azt is. Jó, maradt még 10000-ünk, hát azt azért csak kihozzuk belőle. Na, igen. Azért próbálom a kettő közé nyújtani a dolgokat. Mert ez itt várható volt, hogy ott kell egy ilyen cikk-cakk cuk-cilik-muk-ciliklát. Hogy így kihúzunk egy ilyen... Szerintem így talán jó lesz.
Hát gyerekek... Nagyon sokat költöttünk, minél kevesebbet kell. Hát az atom fix. Az az atom brutális lett. Jó! Ott vagyunk. Oh! Ez már azt jelzi, hogy itt hajó jön. Ez itt már egy hajó lesz. Úgyhogy... gondolom, egy kicsit meg kéne emelnünk a témát. Nem tudom, ez így jónak tűnik, vajon? Vagy lehet, hogy még jobban? Hát ezt még alá is kell izélni. Ó, bazd meg gyerekek, ez nem lesz jó. Picit nagyobb emelkedőt kell nyomni neki, mert... azon még talán fölmegy. Cikcakkozást. Nem a szépségre megyünk rá, be kell vallani. Szerintem ezt mindenki aláírja. Nem is baj, hogy ez a rész itt akkor ilyen kicsit durvább kell legyen. Azt ott jól megtartja. És akkor még jövünk erre is, cikcakba. Oké. Okay. Jó, ez most már egy nagyon sok pénzünk elment. De nézzük meg! Jó, megjött a hajó, elment a hajó. Az autó meg baszik átmenni! Kicsit nagyobb az emelkedő neki. Ez nagy emelkedő gyerekek, úgyhogy ez nagy volt, akkor valahogy... vagy így... ezt a részt itt lebontjuk. Ezt nem tudok gömbat. Átment. A második része kicsit emelkedősebb, de ezen már talán átmegy. Baszd meg! Kurva életben ott ugratott egyet. Ez itt nem jó, hogy ugrat egyet. Lehet, hogyha esetleg viszont ide húzunk még egy ilyet, és akkor az ugratást kibírja. Jó, menj át. Igen. Jó, kibírta. Yeah! We got it, gyerekek, geciók vagyunk. Oké, okay. Mehetünk tovább, ami azt jelenti, hogy most el kell jutnunk innen ide, és motoros emberkénk is lesz. Mi az, hogy öt? Összesen öt darab izénk van. Van ilyen, és akkor fából kell megcsinálni a maradékot. Bazd meg, akkor szerintem ezt nagyon szét kell osztani. Nem! Nem! Mivel itt van tartónk középen lent, én úgy látom, hogy az elejét fából kéne itt megcsinálni. Innen kezdünk el utat építeni, mert hogy ott masszívabb kéne legyen. Szerintem... én szerintem így, mert itt van, ami megtartsa majd lent, gyerekek. Oké. Okay. Nagyon próbálom kiokoskodni a dolgokat. Jó. Jó. Oké. Okay. Picit, mintha túlléptük volna a keretet amúgy. Mint
tedd össze, mindjárt mondjuk. Ez ilyen ugratós, bazd meg. Lemennek, és szerintem itt lehetne valami ugratót neki csinálni. Nem tudom. Gyerekek, nem tudom. Lehet, hogy ez lesz az a pálya, amin elkezdünk elakadni, és meg fogjátok írni, hogy szerintetek, hogy lehetne ezt megcsinálni jól. Nézzük meg ezt, hogyha így ennyit felépítünk, hogy mit tudunk belőle kihozni. Nagyon kíváncsi leszek. Ja, de ott nincs útunk még akkor, bazd meg. Ja, hogy muszáj rakni utat, mert nem földizét nem rakunk. Aha. Ennyit lehet, akkor összvisz. Akkor itt valami nagy ugratót kell csinálni. Nézzük meg. Lesz meg, gyerekek. Oké, arra már rájöttünk, hogy akkor ha izét rakunk le, akkor azzal nincsen izé, úgyhogy itt mindenképp kell csinálnunk egy ilyet. Ezen felül ezt meg kell építenünk mindenképp. Ezek atomfixek én szerintem idáig, de hogy menjen tutira, az ott menjen mindenképp bele. Így is, így is. Jó, oké. Már tovább költekeztem, de meg akarom nézni, hogy legalább összeesik-e vagy sem. Mert ez a rész itt már nem fog tartani ennyire. Jó, meg akarom nézni, hogy az elmélet működik-e egyáltalán. Aha. Level complete, de hát kurvára túl költekeztünk. Over budget. Nem baj, megoldottuk a pályát, úgyhogy mehetünk tovább. Sőt, én azt mondom, hogy oké, megnézzük, hogy ez milyen. Ó, itt már jönnek ilyenek ilyen vas részlegek és minden. Akkor én azt mondom, hogy ezt a pályát meg kell csinálnunk majd a következő videóban. Ha tetszik, akkor dobjatok egy hatalmas lájkot, szerintem ez a turmaja mellett egy tökéletes kis sorozat. És hát akkor tudjátok, találkozunk a következő videóban. Pacsi nektek, sziasztok!